Jó estét kívánok! Önök a Kiemelőt, a Kecskeméti Televízió közéleti magazinját látják a hírórában. Mai műsorunkban bemutatjuk, hogyan lehet egy nyomtatott oldalt háromdimenziósá varázsolni okostelefonnal. Megmutatjuk, hogyan készülnek a legjobb borok, és hogyan készültek a legjobb borászok a Városbora versenyre. És egy szomorú évfordulóra is megemlékezünk. 10 éve zuhant le egy MiG-29-es vadászgép Kecskemét határában. Stábunk az okokat is igyekezett kideríteni. Kezdünk! Szinte napra pontosan 10 évvel ezelőtt leszállás közben lezuhant egy MiG-29-es repülőgép Kecskeméten a 44-es főút közelében. A pilótának, Peszeki Zoltánnak az utolsó pillanatban sikerült katapultálnia. Az eset sokáig foglalkoztatta a közvéleményt, mivel nem volt egyértelmű a baleset oka. Az évforduló kapcsán a szerencsétlenül járt vadászgép pilótája is megszólalt. Ezeket a felvételeket a baleset másnapján készítette a Kecskeméti Televízió. Ekkor már verték szét a 3 milliárd forintos vadászgép roncsait, hogy el tudják szállítani a helyszínről a további vizsgálatok érdekében. A MiG-29-es egy nappal korábban, 2008. április 17-én zuhant le, itt a 44-es főút közelében, lakatlan területen. A repülőgép szerencsésen ért földet, hiszen amikor keresztezte a főutat, sőt fel is karcolta azt, azon éppen nem közlekedett egyetlen jármű sem. A legközelebbi lakóház pedig mintegy 80 méterre volt a baleset helyszínétől. Hogy pontosan miért zuhant le a gép, arról akkor a Honvédelmi Minisztérium a következőket tette közzé. 15 óra 9 perckor szállt fel a repülőgép egy légiharc gyakorlására. A gyakorlás közben úgynevezett alacsony áthúzást kellett végrehajtania, ami azt jelenti, hogy körülbelül 1 méter magasságig a földre süllyedt a gép, és utána ismét emelkedik. Az áthúzás után, tehát amikor már a kifutópálya vége felé haladt a repülő, az emelkedés közben ismeretlen okból megült a betonon, majd újra visszapattant a levegőbe. A pilóta ekkor katapultált, a gép ezt követően ismét felpattant a betonról, majd a repülőtér kerítése mellett húzódó 44-es utat súrolva, az úttól mintegy 25-30 méterre széttört és meggyulladt. A HM közleménye akkor kitért arra is, hogy a gép nem sokkal előtte esett át egy nagy vizsgálaton, tehát géphiba elméletileg nem fordulhatott elő. Akkor tájt a médiában több szemtanú is megszólalt. Volt, aki azt állította, hogy a MiG-29-es egyik hajtóműve már a levegőben kigyulladt. Volt, aki azt is látta, hogy égő darabok hullanak le róla. A vadászgép pilótája Peszeki Zoltán volt, aki addig már több mint 1000 órát repült, és ennek mintegy negyedét MiG-29-esen. Az őrnagy oktatópilótaként is dolgozott, sőt rendszeresen részt vett légi bemutatókon, tehát rutinos pilótának számított. Az eset körülményeinek vizsgálata során több lehetséges ok is felmerült, amelyek esetleg közre játszhattak a gép lezuhanásában. Ezek között szerepelt a vadászgép műszaki állapota, a pilóta felelőssége, sőt az a körülmény is, hogy a MiG-29-esek a pilóták kevés órát repülhettek csak. 10 évvel a történtek után egy tegnap megjelent szaklapban megszólalt a lezuhant gép pilótája. Peszeki Zoltán így emlékezik vissza az akkor történtekre. Elindultam a légtérből hazafelé, rám senki ne várjon, ne én legyek az, aki miatt elhúzódik a műszak vége. Így jelentettem is, hogy 180 fokos bejövetel után, majd ismételt 180-as után szűk körről leszállok. Bejöttem az adott magasságon a hosszú falra, 16-18 kilométeren ráfordultam a leszálló irányra. Normális esetben ilyenkor a pilóta leellenőrzi a műszereket, illetve van lehetőséged meggyőződni kedvező időjárásnál, hogy az automata bejövetelt végző robot helyesen működik-e, hiszen bonyolult időjárási viszonyok között nagy segítségedre lehet. Átadtam a robotnak az irányítást, és néztem, hogy viszi a gépet. Szokatlan jelenségként a robot elvitt a tengelytől jobb oldalra. Ilyenkor szokás megvárni, hát ha helyesbíti magát és visszatér, de akkor nem ez történt. Folyamatosan 2,5 kilométerrel a tengely mellé vezette a gépet, így visszavettem alaphelyzetbe, majd ismét rábíztam az iránytartását. 13-14 kilométeren lehettem, és még mindig eltért jobb felé. Ekkor már nyitni kellett a futót és a fékszárnyat, és én jelentettem is, futó fékszárny kint. Ácstartolást kértem, nem leszállást, így nem volt lényeges, hogy a futó kint van-e. Azon járt az agyam, hogy meg kell beszélni majd a műszaki srácokkal, hogy nézzék meg, mi a baj. 4 kilométerre a küszöbtől már nem a robot dolgozott, én vettem át az irányítást. Ácstartolásra készültem, ezt 5-10 méteren szoktuk végrehajtani, bemutatókon még alacsonyabban, de abban mindig benne volt a kiengedett futó is. Most, mivel nem volt kiengedve sem a futó, sem a fékszárny, megváltozott a gép állásszöge, a pótüzemanyag tartály, majd a jobb hajtómű hozzáért a betonhoz.
A repülőgép gázsugárfokozója közvetlen üzemanyaghűtéses, és miután a hajtómű hozzáért a betonhoz, ez a csővezeték és a hajtómű is megsérült, így jelentősen csökkent a tolóerő. Amikor növelni akartam a sebességet, csak egy nagy dübörgés-dübögés hallatszott, és bár azonnal növeltem a fordulatszámot, a hajtómű teljesítményét, nem volt annyi erő már a gépben, hogy emelkedjen. Akkor még az irányító torony előtt voltam pár száz méterre, jobbra tőlem volt a torony, ez a továbbmenetel helye, és semmilyen jelzést nem kaptam a gép helyzetéről. A műszakiak látták, hogy szikrázik a beton, de erről sem kaphattam információt, hiszen ők csak hallgatták a rádiózást. Amikor elszáguldottam a műszakiak épülete előtt, már tudtam, ez a gép akár velem, akár nélkülem, de nem megy tovább. 350 km/h volt a sebességem, talán kicsit alatta, és sem a sebesség, sem a fordulatszám nem nőtt, villámgyorsan közeledett felém a beton utolsó harmada. Átvillant az agyamon, hogy lehet, hogy a futók durrantak el, de mint tudjuk, azok nem voltak kiengedve. Akkor döntöttem, hogy nincs értelme tovább kísérteni a sorsot, és meghúztam a katapult karját. Az akkor 41 éves Peszeki Zoltán őr nagy könnyebb sérülésekkel úszta meg a balesetet. Az ügy később a szegedi ügyészségre került, ám bírósági tárgyalás nem lett belőle. A tragédia körülményeivel foglalkozik majd a Kecskeméti Televízió Hírös Históriák című műsora is, pénteken este 8 órakor. A műsor vendége lesz Peszeki Zoltán. Köszöntöm a stúdióban Kávai Konrádot és Muhi Kristófot, a Neumann János Egyetem tanulóit, az interaktív 3D-s alkalmazás kifejlesztőit. Sziasztok! Sziasztok! A tegnapi napon már hírt adott a Kecskeméti Televízió arról, hogy az egyetem tanulói egy a könyvek 3D-s megjelenítésére alkalmas programot fejlesztettek ki. Honnan jött az ötlet? Hát maga az ötlet onnan jött, hogy én, Konrád, illetve még egy harmadik csapattagunk is, Apró Alexandra, mind valamilyen szinten gyerekekkel foglalkozunk. Ezt most lehet tanításként is érteni a magániskolákban, főleg informatika területeken, illetve Konrád cserkészkedik, ami szintén ilyen témakörbe vág. És azt vettük észre, hogyha valamit vizuálisabban mondunk el, magyarázunk el, mint a sima tradicionális tankönyvben a 2D-s képek, akkor az jobban megmarad bennük későbben és akár pár hét után is, sokkal élményszerűbb ez az élmény. És innen jött az ötlet, hogyha már vannak manapság, mert tényleg minden általánosul is, főleg a felsőoknél telefon, akkor miért ne kapcsolnánk össze a tankönyveket és a telefonokat úgy, hogy valamilyen élményszerűbb oktatást tudjunk nyújtani. Most ezt meg is próbáljuk megmutatni, Konrád. Igen, az a maga koncepció, hogy készítettünk egy ilyen kis könyvet, amit mi példakönyvnek hívunk. Itt különböző témaköröket fogtunk fel, például a matematika, ami éppen látható is. Annál például az a lényeg, hogy ha látunk egy 2D-s képet, például sok ilyen kockából összeállított alakzatról, akkor ha meg szeretnénk számolni, hogy hány ilyen kis kockából áll, akkor vannak fedett elemek a hátulján, amit nem látunk így, csak egy képet nézünk. Viszont, hogyha ugye 3D-ben is látjuk, hogy az előbb is látható volt, akkor követ tudjuk forgatni, és meg tudjuk nézni, hogy igen, ott vagyunk a kék színű elemek, azok már, ami tényleg ott vannak, csak úgy a kis képen nem láttuk. És így sokkal interaktívabb egyrészt, illetve sokkal érthetőbb is az, hogyha látjuk, hogy amúgy tényleg vannak ott elemek, csak ugye nem láttuk, mert egy adott nézetből van lefényképezve. Ez csak egy példa volt, de egyébként van még matekunk, illetve matek, történelem, biológia, illetve ilyen főleg természettudományos tárgyak. Egy versenyre készültetek ezzel a projekttel, ugye? Igen. A Microsoft Imaging Cup nevű verseny, ez egy nemzetközi, világszintű ötletverseny. Ennek a magyarországi döntőjére készültünk. Ez most volt pár hete, ezt sikeresen meg is nyertük, és egy 10 perces angol előadással kellett készülnünk, egy úgynevezett pitch-sel, ahol szakmai zsűri előtt be kellett mutatnunk, hogy egyrészt miért is innovatív, miért is jó az alkalmazásunk, illetve még ezek mellett üzleti tervet is kellett készítenünk, illetve ilyen biznisz üzleti dolgokat is. És a következő forduló, az a közép-kelet-európai forduló lesz, ami online lesz, tehát egy ilyen videó beszélgetés formájában, és hogyha onnan is sikerül tovább jutunk, akkor Amerikában lesz majd a világ döntő. Szándékotok szerint hol vagy mire lehet használni ezt az alkalmazást? Gyakorlatilag ezt bármilyen oktatási rendszerben tudjuk alkalmazni. Ugye az a lényeg, hogy nekünk kellene képek, amit ugye telefonnal be tudunk szkennelni, és hogyha megkapjuk a könyvekből ezeket a képeket, vagy akár beszkenneljük mi manuálisan, akkor ezekhez a képekhez a csapatunk tud készíteni 3D-s modelleket,
amiket ugye, hogyha telefonnal a kép fölé visszük a telefonunkat, akkor hozzá tudunk rendelni, és telefonon ezt a 3D-s modellt körbe tudjuk nézni gyakorlatilag bármilyen szögből. Tehát belátható időn belül akár a magyar iskolákban a gyerekek a tankönyvek mellé ezt használhatják, ezt az applikációt. Milyen segítséget kaptatok az iskolától, a jelenlegi, a Neumann János Egyetemtől? Hát egyrészt mind a ketten mobil alkalmazás, fejlesztés, specifikáción vagyunk, ugye mérnök-informatikus szakon belül, így adott volt, hogy az ottani tanárok segítségét, aki ezen a specifikáción tanítanak, azokat ki tudtuk kérni, és segítséget kaptunk tőlük. Illetve még ugye az egyetem, mint oktatási hely, nagyon sok kapcsolata van, akár általánosodik felé is, és most éppen ezen dolgozunk, hogy a Kecskemét környéki általánosodikat megkeressük, és akkor ki tudjuk próbálni, nem először élőben, de hogy minél több hát gyerek véleményét halljuk, hogy egyáltalán szeretnék-e használni. Erre azért már kaptunk pozitív választ, szóval azért nem tapogatózunk úgy sötétben, de azért nyilván minél több véleményt szeretnék hallani, mert ha nekik készítjük, akkor csak onnan tudunk táplálkozni. Egyéb szakmai fórumokon be tudtátok már mutatni a találmányt? Hát ugye volt ez a Microsoftos verseny, ez a fő célunk most, hogy egyébként kijussunk a világversenyre, az egy nagyon nagy előlépés lenne számunkra, de az egész projektet szeretnénk egy hát mostanában nagyon divatos startup formában, hát egy cégre kell gondolni, és úgy továbbvinni, és most keressük a lehetőségeket, minél több ilyen elindulni, és befektetőket is találni, illetve ami a legfontosabb számunkra most talán a jelenlegi tankönyvkiadókat megkeresni, hogy velük szeretnénk együtt dolgozni, azért, hogy semmiféle pluszköltség ne legyen az adott diáknak vagy szülőnek, hanem arra már meglévő tankönyvre tudná használni az alkalmazást. Volt már olyan cég esetleg, vagy intézmény, aki felfigyelt a találmányotokra? Jelen pillanatban még nem, de minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy megnyerjük a könyvkiadókat, vagy akár magánszemélyeket, cégeket, úgyhogy dolgozunk az ügyön. Le kell védetni ezeket a találmányokat? Vagy mi az útja, módja annak, hogy ebből aztán ti profitáljatok? Hát a mai ilyen modern informatikai világban az elég nehézkes, mert rengeteg, tehát naponta jönnek az új innovációk, az új technológiák, ezért nagyon nehézkes ennek a levédése. És magát az ötletet, mint amikor csak kitalálunk valamit, azt úgy nem is nagyon szokás, vagy nem is nagyon lehet levédetni. De már a kész terméket, ami jelen esetünkben az alkalmazás, és a hozzá kapcsolódó tankönyvek lennének, arra már lehet valamilyen védjegyet szerezni, és az már úgymond egy bizonyos védelmet jelentene a projektünk kapcsán. Úgyhogy ez is tervben van. Sok a tervünk egyébként, ami nem csak úgy álom, hanem azért meg is valósítható, és sok szálon dolgozunk azon, hogy ez azért valami tényleg a magyar oktatásba is bekerüljön, és a gyerekek tudják használni a már meglévő tankönyvekkel. Milyen tantárgyak, azt tudjátok elképzelni? Gyakorlatilag bármihez. Tehát, hogy mi ebben a kis bemutatókönyvben biológiát, történelmet, kémiát, meg egy pár tantárgyat soroltunk még fel, de viszont a diákoktól kaptunk olyan visszajelzéseket, amire nem is gondoltunk, például egy angol könyv, hogy egy szótár, egy szó megjelenik, és ugye az angolról magyarra a szó fölött megjelenik a bizonyos tárgy, például egy nadrág, vagy gyakorlatilag bármi, és tényleg majdnem mindenre tudjuk ezt applikálni, sőt, ahogy mondtam, a diákoktól is kaptunk olyan visszajelzéseket, amiket mi nem is feltétlen gondoltunk elsősorban, hogy lehetséges, úgyhogy gyakorlatilag egész széles körben tudjuk ezt alkalmazni. Kicsit meséljetek magatokról, mikor kezdtétek meg a tanulmányaitokat, honnan jöttetek? Hát ugye mind a ketten 96-os generációk vagyunk, egyszerre kezdtük meg a tanulást a GAMF-on, akkor még GAMF-on, akarom mondani, hogy most is GAMF, hanem... Neumann János Egyetem, van, a jelenlegi van. Elnevezése. Így van. Ugye egyszerre kezdtük el, én nekem volt 2,5 év kihagyásom különböző okok miatt, és gyakorlatilag a csapat majdnem mindegyik tagja 96-os generáció, úgyhogy, és hát ismerjük is egymást régebbről is, ugye középiskola, általános iskola, úgyhogy egész jól együtt tudunk működni, ugye mert nincs nagy korkülönbség közöttünk, illetve ismerjük is egymást, úgyhogy ez igen-igen segíti a munkánkat. És ezen a projekten mióta dolgoztok együtt? Hát ez az adott projekt, így mint a 7 tagú csapattal, így január óta, de maga az ötlet megszületése, ez őszre húzódik vissza,
amikor indultunk egy budapesti versenyen, egy hekaton nevű versenyen, aminek a, hát így általánosítva hekatonoknak az a lényege, hogy 24 órán vagy 48 órán belül valamit alkotni kell, úgymond a nulláról. És ott kezdtük el, még akkor hárman ezt az alkalmazást készíteni, és azon a versenyen egyébként második helyet is értünk el, és az egy szintén nemzetközi verseny volt, és akkor gondoltunk rá, hogy ha már ennyi pozitív visszajelzést kaptunk onnan is, akkor miért ne fognánk bele és valami komolyabban is beleállni. És akkor január környékén megalakult ez a kibővített héttagú csapat, és akkor úgy teljes erőbedobással az egyetem mellett próbálunk haladni. Nagyon sok energiátok lehet ebben, illetve a fejlesztésében is, a jövőben is gondolom igényel. Majd ezt hogy tudjátok összeegyeztetni az egyetemmel? Hát nem egy könnyű játék. Azért is egyrészt sok energia, mert sok szálon szeretnénk elmozdulni. Tehát egyrészt az, hogy ez egy edukációs platform, ez mert marketing platformra is, marketing közegre is lehet használni, illetve ipari megközelítés is. Ezeken még egyenre gondolkodunk, itt tárbe vannak, de most egyenre a fókuszunk az 5-8. Osztály, általános iskola. És hogyha az visszakapunk ténylegesen pozitív visszajelzéseket, hogy erre tényleg lenne igény, akkor el tudunk mozdulni másfelé is. Illetve hát, mint az alkalmazás készítése szempontjából rengeteg területről kellenek szakterületről kellenek emberek, mert ahogy említettük is, illetve mutattuk, a programozás rész az egy dolog, de az mellett valamilyen 3D-s ábrákat is készíteni kellnek, és ezek mind saját ábrák, úgyhogy ilyen 3D modellező csapattársaink is vannak, akik ezzel foglalkoznak. Nagyon sok sikert kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük. Megmozgatták az érzékszerveiket a borászok ma Kecskeméten, ugyanis kiválasztották Kecskemét város borát. Az amatos, testes, ízletes nedűk idei királyának nevét május 10-én hozzák nyilvánosságra. Folyamatosan öntötték az édesebb, a kesernyésebb, a testesebb, a kevésbé savas, vagy éppen a savasabb borokat ma a szakértő borászok poharaiba. A cél most már 11. alkalommal volt ugyanaz, kiválasztani a Kecskemét városbora címet megérdemlő bólét. Első és legfontosabb a tisztaság. Tehát mindig először a szemünkkel vizsgáljuk a bort. Amikor a tisztaságot felmértük, hogy tiszta, kristálytiszta, nem opálos, nem zavaros az a bor, utána tovább lépünk és nézzük a színét. Még mindig a szemünkkel dolgozunk, és akkor a szín alapján is értékeljük, hogy milyen árnyalatai vannak. Egy fehér bornál, hogy most egy zöldes, sárgás, mélyebb szín, akkor már valószínűleg tudjuk, hogy ez egy öregebb, idősebb bor, nem egy fiatal, friss bor. Amikor a színt megnéztük, akkor elővesszük az órunkat, és az órunkkal a pohár elvisszük az órunk előtt, és hát megpróbáljuk megízlelni az órunkkal, hogy milyen illatanyagok vannak ebbe a borba. Vajon nem-e muskotályos, nem-e egy sav tartalma alapján érzékelhető bormár, a savai is érződnek, gyümölcsös illatai vannak, és akkor meg tudtuk az illatot mérni, akkor tovább lépünk és megkóstoljuk. És a kóstolásnál, hát ott is vannak szabályok, mert a beltartalmi értékeket a ízlelő bimbókkal próbáljuk differenciálni, hogy milyen savai vannak, finom savai, durva savai, milyen mellékízt tapasztalunk, milyen gyümölcsös ízt tapasztalunk, milyen fajta jelleges ízt, például egy olasz rizingnél, mondjuk a keserű mandula ízt, az egy fajta jelleg, tehát akkor tudjuk rögtön, hogy ez valószínű, hogy olasz rizing, tehát az igazi borászok azért ugye a fajtát is be tudják mérni az ízleléskor már, hogy ez vajon milyen fajta. Amikor megvolt az ízlelés, akkor még mindig lehetőségünk van az ízlelés után egy kicsit felmérni, hogy vajon milyen teste van ennek a bornak. Kocsis Pál azt is elmondta stábunknak, hogy ez a verseny nem csupán a város hírnevét szolgálja, hanem az itt élő emberek munkáját is, ezzel adva erőt a folytatáshoz. Idén a terítéken volt egyebek mellett a kövidinka, a rajnai rizling, a király leányka, az érsai olivér és az egyéb muskotályosok. A jelentkezők száma pedig arról tanúskodik, hogy ez az esemény élen jár a termelők körében. A városi bor versenyen 60 minta jelentkezett, ami ezt a mai versenyt megelőzte. A szabályzat szerint az van, hogy ezeknek a mintáknak meg kell ott mértetni magát, és ha ott jó eredmény szerepelnek, akkor lehet ide behozni a mai versenyre.
ide most 5 nevező, vagy 5 emelő nevező nevezett 20 mintával. Tehát elég magas a mintaszám. Ez így, hogy 11. rendezvényünk ez, ez azt tapasztaltuk, hogy ez minden évben följebb-följebb mennek a mintaszámok. Tehát úgy látszik, hogy ez a Városbora titulus cím, ez érdekli a termelőket. A város részéről Homoki Tamás alpolgármester is részt vett a 12 fő zsűriben, aki voksolt is a legjobb borra. 2008 óta választja meg Kecskemét városa a városborát, azért fontos, mert a gasztrokultúrának egy nagyon jelentős része a borfogyasztás, és jó ételek mellé jó borok illenek, és úgy gondoljuk, hogy Kecskeméten van olyan szintű a bor hagyománya, a borkultúra, hogy a városborát ki kell választani és díjazni kell, és utána ez a bor egy évig ezzel a címkével és ezzel a névvel tudja magát népszerűsíteni. Valamennyi média felületen a Kecskemét város borának a megválasztását, azt mi propagáljuk. Elérhetőek, a Kecskeméti TV itt van, de egyébként az írott sajtótermékek is ennek nagy felületet adnak. Azon kívül vannak a nagy fesztiváljaink a főtéren, mint a Bor és Pálinka, vagy akár a Híres Hét Fesztivál, azért mindegyik valamilyen módon a gasztrokultúrának erre a részére ráépül. A bor fogyasztásának, a kultúrát, borfogyasztásnak a hagyományait őrizni kell a városban. Homoki Tamás azt is elmondta nekünk, hogy a most ismert nagy magyarországi borászok egy része a diplomáját Kecskeméten szerezte meg. A nyertes termelő nevét május 10-én hirdetik ki a Kecskeméti Városházán. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma nyugdíjas magazinunkat, a Siestát láthatják. Üdvözlöm! Ön a Siestát látja. Azt gondolom, hogy múlt héten elkezdett sorozatunkra érkezett reakciók alapján nyugodtan mondhatom, hogy az egészségmegőrzéssel kapcsolatos perceink igen népszerűek voltak, így ezt a sorozatunkat ezen a héten is folytatjuk. És nem csak ezt. Hogyha véletlenül nem tudja, hogy hogyan válhat valakiből hivatásos nagymama vagy nagypapa, és hogy mit csinál egy hivatásos nagymama, nagypapa, nagyszülő, akkor ezt is megmutatjuk Önnek. Tartson velem! Szeretet, kirándulás, palacsinta, sok-sok mese és közös titkok. Ezeket is nyújthatják majd a hivatásos nagyszülők, akik képzése május elején indul a Cédrusnet program által. Nem csak önmaguk megismerése lesz a feladat, az idősebbeknek számos egyéb téren kell helytállniuk. A hivatásos nagyszülő az a féle pót nagymama, pót nagypapa, és abból indultunk ki, hogy minden gyereknek jár a nagyszülő vagy pótnagyszülő. Ezt egyébként tudományos kutatások is megerősítik. A hivatásos nagyszülő az ötvözi az összes olyan mintát, vagy számunkra fontos értéket, amit a Cédrusnet képvisel. Aki hivatásos nagyi, vagy nagypapa szeretne lenni, annak meg kell ismernie önmagát, az egész élethelyzetét, az idősödés pszichológiáját. Kell tudni a modern gyereknevelésről, tehát a saját élettapasztalatait és bölcsességét kiegészíti nagyon korszerű szemlélettel és tudással. Aztán kell tudni a fiatalokról, tehát a gyerekek szüleiről, hogy tudjon kommunikálni velük. Ismerni kell a konfliktusok kezelésének a módját. Ismerni kell az internet használatot. Aztán a gyerekek játékait, hőseit. Tehát nagyon-nagyon sok mindent tanulnak. Az egyik legfontosabb pedig az, hogy ők az életrögös útjait végigjárva a leghasznosabb tanácsokkal tudják talán ellátni a fiatal szülőket. Ugye a nagyszülők már nagyon sok esetben végigjárták a gyereknevelésnek a buktatóit, ezért ők már érzelmileg pontosan tudják, hogy milyen nehézségeken mennek át a fiatal családok, és ezért az a fajta segítség, az a fajta szeretet, a feltétel nélküli szeretet, amivel tudnak a családok és a gyerekek felé fordulni, ez lesz a fő támaszuk.
a családoknak. Az ön tapasztalatai szerint hogyan működik egy család? Könnyebb az anyáknak, hogyha van a közelben nagyszülő, vagy pedig néha gondot jelent? Ugye egy gyermek érkezése a családba, az a felhőtlen boldogság mellett mindig sokszor bizonytalanságba és nehézségekbe ütközik. Én azt tapasztalom, hogy a mai anyák sokszor egyedül vannak, és nagyon nagy szükség volna egy segítő kézre, egy megértő emberre, aki segíti az anyákat a nehéz utakon, és erre egy nagyszülő nagyon-nagyon alkalmas lenne. Dr. Fischer László gyermekorvos többek között azt is elárult a stábunknak, mi a véleménye a nagyszülői kényeztetésről. A nagyszülőnek kötelező kényeztetni az unokáját, hiszen azt szoktam mondani, hogy ez egy felelősség nélküli szeretet, amit ő adhat. Az anyukáknak azt szoktam mondani, hogyha olyan tünetet észlelnek a gyerekben, ami őket zavarja, őnekik akkor kötelességük aggódni. Tehát az édesanyja aggódik, a nagyszülő pedig önzetlenül kell, hogy szeresse az unokáját és kényeztesse. A gyermekek könnyen alkalmazkodnak a különböző millióhöz, tehát hogyha nagyszülőhöz kerülnek nyáron, az ottani szokásokat gyorsan felveszik, tudomásul veszik, és emiatt a nagyszülőnek nem kell izgulnia, miszerint ő neki majd meg kell felelni valamiféle szülői elvárásnak, ő élheti a saját életét, a gyermekek lelki állapota, lelki rugalmassága megvan ahhoz, hogy másfajta körülmények között is jól érezzék magukat. Természetesen nem hagyományos tanfolyamra kell gondolni. Itt nem lesznek vizsgák, nem lesz feszült légkör, csupán beszélgetés azokkal a szakemberekkel, akik a legnagyobb tudást adhatják át a hivatásos nagyszülővé váláshoz. Többek között dr. Fischer László gyermekorvostól, Pajkó Andrea közgazdásztól és Szabolné Kis Éva védőnőtől is tanulhatnak majd a képzés résztvevői, mind a gyermekek és idősebbek, mind a város számára hasznos ez a program. Egy aktív szabadidő eltöltés lehetőségeket, esetleg foglalkoztatásban történő támogatást tud nyújtani, és hát a családpolitikában és a foglalkoztatás területén is nagyon-nagyon sok segítséget tud adni a városnak, és közben pedig egy nagyon hasznos tanulási, ismeretszerzési, kapcsolatépítési folyamatban tud az idősödő korosztály részt venni. És mi a fő cél ezzel? A fő célunk ezzel az, hogy fel tudjuk ajánlani azokat a lehetőségeket, amely a város teljes szolgáltatási hálózata nyújt az időseknek is, hogy egyrészt jobban megismerjék, ne unatkozzanak otthon egyedül, ha esetleg a családjuk távol van, elfoglalt, akkor számukra is egy hasznos időeltöltés alakuljon ki, és ahol kialakulnak még további önkéntes támogató segítségi pontok, vagy akár a foglalkoztatásban be tudnak még kapcsolódni a nyugdíj mellett, szeretnének még munkát vállalni, azokat is konkrétan és pontosan megismerjék, hogy hol vannak ezek a lehetőségek. Mint ahogy ezt tapasztalható Kecskeméten, különösen nagy az igény erre a szuperszolgáltatásra. Én nap mint nap szinte csak és kizárólag női célcsoporttal dolgozom a vállalkozásomban, ezért elég pontos látleletem van arról, hogy az igény az óriási. Talán nincs is olyan női beszélgetés, amikor nem merülne fel, hogy mennyire kevés a nap 24 órája arra, hogy gyereket neveljünk, karriert építsünk, vagy éppen ápoljuk a párkapcsolatunkat, baráti kapcsolatainkat. Nem beszéltem még a háztartási munkáról, és arról sem, hogy esetleg mi is szeretnénk pihenni, vagy kikapcsolódni. Ilyen szituációban valóságos kincs egy szupernagyi, aki, mint említettem, mindenkinek a problémáját megoldja. Legalább középfokú végzettség, 50 év feletti életkor, internetaktív használata, egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány, ezek kellenek a jelentkezéshez, melyre április 17 és 24 között van lehetőség. Április 19-én délután 3-tól pedig nyílt napon is részt vehetnek az érdeklődők. Akár a hivatásos nagymamáknak, nagypapáknak is kell az egészség. Hogy hogyan tudjuk megőrizni egészségünket, bőrünk szépségét, erről folytatjuk múlt héten elkezdett sorozatunkat Molnár H. Boglárka kolléganő segítségével. Ha jön a jó idő, jön az allergia szezon. Most mire kell felkészülni? Hát mindenre, mint eddig mindig. Gyakorlatilag. Hát jön a tavasz, jön a napsütés, nyilván a növények is
kezdenek kikelni, és rügyezni, és virágozni, és a polleneket termelni. És gyakorlatilag mondhatni, hogy már egész február, március környékétől, ha nem ilyen idő van, mint mostanság volt, akkor fel kell készülni a korán virágzó fáknak a virágzására, később jönnek a fűfélék, a korán virágzókban a mogyoró, mandula, később az ilyen kis különböző fűkeverékek, amit senki nem tud elkerülni, és utána jön a nyár közepe felé a mindenki által rettegett parlagfű szezon, amelyik ugye nem csak ő, hanem a lándzsásúti fű egyre több, meg fekete üröm is egyre inkább panaszt szokott okozni. Mik ezek a panaszok? Gyakorlatilag orrfolyás, szemviszketés, tüsszögés, torokkaparás. Tehát ez mind lehet a tünet, és ha valakinek ilyen van, akkor el kell tudni gondolkodni, hogy esetleg nem egy megfázás, hanem nem egy esetleg allergiás betegség okozza a tüneteket. Ha igen, akkor megkérni kell szakember segítségét, mert ki tudjuk vizsgálni egy egyszerű teszt segítségével, illetve az anamnézis, tehát a panaszok elmondásával, és tudunk gyógyszeresen is segíteni. Azonban nagyon fontos dolgok vannak, amivel meg tudjuk előzni ezeket, vagy a tüneteket tudjuk csökkenteni. Ugye a pollenvirágzást nem tudjuk befolyásolni, tehát az van, viszont azt tudjuk, hogy az autónkban legyen pollenszűrő, szerintem a legtöbben már van. Ha allergiások vagyunk, akkor felhúzott ablakkal sajnos közlekedünk. Ha hazaérünk, ha csak sétálunk, kimegyünk, mert annyira vágyunk rá, és hazamegyünk, akkor alapvető dolog, hogy az allergiás kedves beteg átöltözik. Tehát hazaér, leveszi a ruháját, mert rátapadnak a pollenek, és azt ne vigyük már be a lakásba. A hosszúhaj nem annyira előnyös, mint a rövid, mert azt meg lehet naponta mosni. Tehát a váltóruha, a szellőztetés eső után ebben meg lehet előzni az, hogy a tünetek kifejezettebbeké válnak. És az utóbbi időben még azt is mondhatnám, hogy kezelni is tudjuk, nem mondom, hogy mindent, de már több olyan, vagy ötféle allergén van, lehet, hogy több is, amit tudunk kezelni immunterápiával. Hát ez egy 5 éves kezelés, amit a szezon előtt kivizsgáljuk, és utána a szezon előtt 2 hónappal kezdjük a kezelést, és végig a szezon alatt kapja a kedves páciens szoros kontroll mellett. De legalább már van valami remény, és azt lehet még elmondani róla, hogy a kezelés alatt gyakorlatilag sokkal már ott enyhülnek a tünetek. Ezt szinte minden betegemről elmondhat. Na hát akkor lehet, hogy én is leszek egy ilyen kis kedves páciens, mert hogy sajnos én is allergiás vagyok a parlagfűre, úgyhogy nekem az a július vége, október eleje, nekem ez a halál, ez a pár hónap. Úgyhogy nagyon sokat tanultam a beszélgetésből, nagyon szépen köszönöm. Mai Sziasztok című műsorunkban ennyi fért bele, de természetesen sikeres sorozatainkat jövő héten is folytatjuk, és néhány meglepetéssel is készülünk. Tartson akkor is a Kecskeméti Televízió Sziasztájával! Hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig, a híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!